érzelmi sebek a gyermek lelkében. A Gyógyító Energia Alapítvány 9. jótékonysági urusos gyógyító gyermektábora Székelyföldön. Az alapítvány életében ez a tábor egy új mérföldkő. Balla Tibor tapasztalata, hogy a vadonban minden másképp működik, a testünk is, a lelkünk is. Ezt kihasználva az urusos MTPI módszerrel csak támogatjuk a gyógyulás folyamatát. A terapeuták nem mi emberek vagyunk, hanem a természet és a vadállatok. Ezeket ötvözi az urusos MTPI módszerünk. Visszatérünk a sámáni hagyományokhoz, az ősi gyógyító módszerekhez, ahol nem terapeuták gyógyítanak, hanem a mindenség. Terápiás programok. A gyógynövényekkel való foglalkozás aktiválja a természetes gyógyító erőt. Egy héten keresztül számtalan gyógynövény vesz körül bennünket, ezek illata keveredik az ózondús levegővel, ami sejtszinten regenerál. Mottónk: ismerd meg a gyógyító füveket, gyümölcsöket, élesszük fel gyermekeinkben ezt az ősi tudást. A szorgalmas méhek, az együttműködés, kölcsönös segítség, a szolgálat nagy tanítói lehetnek mindazoknak, akik bepillantást nyernek világukba. Az általuk begyűjtött mézzel asztalunkra varázsolják a réteg virágainak gyógyító erejét akkor is, amikor azok a tél hideg leheletétől már nem elérhetőek. Ezzel egy időben rámutatnak arra, hogy értékeink sokféle alakot ölthetnek és átmenthetőek. Így berakják. Ezek a lépek, és ezek a lyukak a lépsejtek, és ebbe rakják be a méhecskék, a nektárt, és amikor megérlelték, akkor így lefödik. Tehát látszik itt, ahol még csillog, itt még nincs lefödve, ezt még most főzik, készítik, és ahol le van födve ezzel a viasszal, az már készen van teljesen. A lovas terápia legfontosabb jellemzője, hogy a vadonban a lovak másképpen léteznek, fokozottabban előjönnek ősi ösztöneik, s ezáltal gyógyító erejük. A 136-os számú Fancsali Márton cserkészcsapat nyugalmazott vezetője, hadnagy Jolánka tanárnő főzött nekünk minden nap finom ebédet. A népi hangszereket és a népdaléneklést is felhasználjuk a gyógyuláshoz, mivel ezzel napi szinten tudjuk tisztítani lelkünket. Szedik a medgyet, vedes kosárba. Felmegy a legény a fára, amelyek fa tetejére. Lerázza a makkot, te meg a vámszakkot, a rózsás kötényre. Annának hívnak, és arra szeretnélek meghívni benneteket, hogy találjuk meg a legnagyobb kincset. Jó? Ez egy ilyen kincs.
A mesék és legendák tanításokat és példákat állítanak elénk, melyekből felismerhetjük önmagunkat. Hitet adnak abban, hogy bátran kövessük az álmainkat. A medve szemébe nézni olyan, mint egy beavatás. Beavatás valamibe, amit csak érezni lehet. Szavakba önteni nem. Medvékről azt kell tudni, ugye a jó székelymondásnál, mert az jár, hogy nem játékok. Tehát egy nagyon úgymond veszélyes állatok lehetnek, eléggé kiszámíthatatlanok. Az embertől aránylag félnek, a gyerekektől is félnek. Ezért azt úgy kell csináljuk a dolgot, hogy egy jó óráig, egy másik elejéig lehetőleg legyetek csendben. Hogyha betalálnak jönni a lesre, ugye odállatok lévén vagy bejönnek, vagy nem, megpróbáljuk odacsolni különböző ennivalót teszünk ki nekik, hogy lássátok őket. Ha bejönnek a lesre, akkor lehetőleg a zajongással, beszélgetéssel, a kiabálással lezavarjátok, hogy lássátok is, hogy milyen a medve, hogy néz ki a medve. Na milyen a medve? A medve egy emlős állat, egy Kárpátokban élő, az erdeinkben élő emlős állat, ami lehet 100 kilótól akár 400 kilóig. Én fogom polen az erdőben. Köszönöm szépen! Nagyon segítettél!